Ilyen különleges díszt is készíthettek azok, akik ellátogattak a Garai Művelődési Házba, ugyanis nemrégiben tartotta meg a helyiek által egész évben várt évzáró programját a helyi Székelykör Egyesület. A mai rendezvény az Andrásnapi Guzsalyas nevet viseli. Az Egyesületünk évzáró eseménye, úgymond. Ez a rendezvény is fejlődött az évek alatt, korábban csak a tagságnak volt, de aztán bővült az évek folyamán a házastársakkal, majd a közeli hozzátartozókkal, barátokkal, azután fellépő csoportokkal, báli zenekarral, vagy népzenekarral, táncházi zenekarral, úgyhogy eljutottunk a mostanáig a közel 20 éves fennállás alatt a legtöbb vendégünk talán ma lesz, és nagyon sok fellépővel, szép műsorral készültünk. A Garai Székely asszonykórus fog nekünk énekelni, és három gyerek, illetve felnőtt tánccsoportunk fog fellépni, a Garai Aprók, a Garai Nagyobbacskák, és az ifjúsági tánccsoport fog táncolni. Ilyenkor számot adnak a művészeti csoportok is a tudásukról, de egyfajta kikapcsolódás is, hiszen délután már kézműves foglalkozással kezdtünk, stílszerűen adventi koszorút készíthetett mindenki, ezután következik a kulturális műsor, majd következik egy vacsora, ami székely specialitás, galuska, töltött káposzta, amit a mi székely asszonyaink készítettek az eredeti bukovinai recept alapján, hogy ez mindig nagy öröm, és mindenki nagyon várja. Vacsorát követi egy táncház, ami 11 óráig tart majd. Mindez alatt a konyhában már jóvában főtt az 1600 darab töltött káposzta. Ez már olyan három napos téma, főleg a tegnap. Hát nem, hogy három napos, mert már előtte le kellett fonnyasztani a káposztát. Azt ugye már egy jó ideje megcsinálták az asszonyok, a székely kórus asszonyai, és akkor azt lefagyasztottuk, és akkor a tegnapi nap pedig kezdődött a töltés. Ugye akkor már megvoltak a lapkák, és akkor a tegnapi nap 40 kiló húsból, és akkor a rizs, meg ami ugye hozzávaló kellett, akkor tegnap szintén olyan 9 óra körül elkezdték az asszonyok, és délután 3 órakor kész lett az 1600 darab káposzta. Az alapanyag ugye a savanyú káposzta, akkor a főtt darált hús, rizs és a fűszerek, meg hát a sok-sok szeretet a székelyektől, ami árad. András nap ugye a paraszti világban is egy záró nap volt, tehát ilyenkor ugye munka, a kinti munkáknak vége, mindenki ugye megpihen, és esetleg összejönnek a Guzsalyasba otthon a családok, szomszédok, és benti munkával folytatódik, illetve szórakozással, és ez a szórakozást tartottuk meg, a munkát már nem hoztuk ide be. Esetleg az előkészületek, meg az elpakolás, ami sok munka, de a mai estér úgy érezzük, hogy megéri majd. Nem mondanám, hogy pihenünk, mert betlehemezéssel is foglalkozunk, a gyerekeknek pedig kitaláltuk a kántálást, és akkor karácsonyi dalokat tanulunk, karácsonyi dalokat fognak énekelni a faluban, illetve a betlehemesek járják a falut, és vidéki felkérésünk is van. Idén a vendégek ezúttal Bogyiszlóról érkeztek. Szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Garai Néptánc Együttessel, és már két alkalommal is az elmúlt években a nyári tánctábor folyamán megtiszteltek minket azzal, hogy tudtunk itt vendégtanítóként részt venni a nyári táborukban, és most egy fellépés keretében sikerül fellépésen is megmutatkoznunk. A
bogyisztói táncokkal készültünk, és különböző hagyományos népszokásokat, egy istvánnapi köszöntőt fogunk bemutatni, illetve egy kukoricafosztást elevenítünk meg a színpadon. A hagyományőrző együttesünk két korosztálya dolgozik, egy ifjúsági és egy felnőtt együttessel, és most az ifjúsági együttes az, aki részt vesz ezen az eseményen. Az eseményen részt vett Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is, aki többek között arról beszélt, mennyire fontos, hogy a fiataloknak el tudják adni a hagyományokat. Úgy gondolom, hogy ez, amit láttunk végül is az elét, az mindenképpen ad lehetőséget arra számunkra, hogy nem csak feltöltődjünk, hanem bizakodjunk abban, hogy tovább fog, lesz, aki tovább vigye ezt a kultúrát, amelyet mi is hasonló módon igyekszünk tenni.